Minden oké? Behajtogatom, hogy mondom. Nem vagyok pici. Ellenben kurva nagy. Azt szeretem a legjobban, hogy általában első kezdünk forgatni, mire megvan az intro. Nagy-nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, én Dave vagyok. Én pedig Kaci. És itt van velünk Bézé. Hello. Lelkesebben, nekem is ment. De hello! Oké, bocsánat, lagzi volt tegnap, meg hajnalban, meg én még nem vagyok magam. Nem. Sokkal jobb. Grizzöldözni fogunk, amit már a szemfülesebb nézőink már láthattak az elmúlt fél évben a háttérben, a kis csodálatos díszletünkben, de soha nem volt, nem éreztük úgy, hogy eljött a megfelelő alkalom arra, hogy kipróbáljuk ezt a játékot, de most, hogy Bézé átjött hozzánk, arra gondoltunk, hogy ez tökéletes, mert neki egyébként is ez az első világháborús dolog, ez ismerős, meg egyébként is ez egy hárman tökéletesen játszható játék. Úgyhogy Bézé, de... nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy. Annyira jó, hogy azt mondta, most... Nem, hogy most tényleg az van, hogy végre egyszer így valaki másnak a korával viccelődhet, ez még igen, szerintem vissza fog jönni párszor. Vissza... És én hagyom, hogy kiéld. Annyira kedves, ez a barátság, amikor tudja, hogy milyen elfojtott érzéseim vannak a két és fél évnyi Fun with Geeks után. Figyelj, korügyben. Annyi évet megéltem már, hogy fölismerem ennek jeleit. Még adom is alá, jó? Én, de sokkal fiatalabbnak néz ki, mint én. Ezt szoktam, én ugye tegnap előtt voltam egyébként 45 éves, de testem mint egy 44 évesé, és erre büszke vagyok. Na... Háborúzzunk. 4 éves mondod, vagy 44? 44, te ágyú töltelek. De mire kimegy ez, amire úgyis már 46 lesz, úgyhogy... Hát, ha leszek minden. Lehet, hogy ez már ilyen posztumusz adás lesz. Olyan dolgok vannak itt a csatorna környékén, hogy egyáltalán nem lepődnék meg, hogyha másfél éves vágási. Üdvözöllek titeket 2020 karácsonyán, remélem mindenki beszerezte már az ajándékokat. Annyira vicces lenne, hogy most csak azért megvárnánk. De most csak ezért nem fogjuk megvárni. Szóval Grizzled, a remény hadművelet, ez a magyar címe a játéknak, ugye nem nyelvfüggetlen, magyarul is kapható, mi az angol verzióval játszunk, mert ezt vásároltuk meg még nagyon-nagyon hosszú idővel ezelőtt. A szabályok egy kicsit összetettek, de egyáltalán nem bonyolult, családok, barátok, simán bárki megértheti, meg az is, aki esetleg katonatársak, aki újonnan érkezik a társas játékok világába. Ettől függetlenül viszont Kaci barátom, ez a srác, ide csinált egy videót nektek, ebben mindent megtudtok arról, hogy hogyan is kell játszani ezt a egyébként nagyon kevés itemből meglehetősen összetett kis játékot. Nézzük. Egy picit megijedtem, ez a Kaci barátom ide csinált. Kaci barátom... Utána volt egy kis szünet, és én megijedtem, hogy ez érkezik. Nem, spotlámpák vannak csak fölötted. Oké. Okay. Nem, nincs nagy. És a Spotify? Játszunk. De ezek a csöndek, ezek egy Csehov darabban érzem magam. Vagy Szlovákov. Játszunk. Én válaszol mindenki magának egy szimpatikus katonát. Mondtad, hogy jöjjek. Hát igen, de azon gondolkozom, hogy Gyurcsi is ezt érzi, amikor... Ezt. Elhalott kiáltása. Gyurcsi kiszólt a hálószobából, hogy ezt. Na. Ezek közül lehet választani? Igen. Vagy random osztani, de most választhatunk. Válasszunk. És várjál, ez hogy is volt, hogy ez az, hogy mire immunis, vagy... Hogy mit, nem, hogy mit tud megállni. Mit tud megállni, értem. Aha. Az van, hogy... Az a helyzet, hogy ez lehet egy szimpátia szavazás, hogy nem tudjuk, hogy milyen karakterek fognak. Szerintem ez teljesen mindegy, igen. Igen, tehát hogy arra kell figyelned, hogy mit van. Nézd meg, ezek katonák vörös, bajszos, ez a... Testalkat is egy kicsit... De várj, itt mit megáll? Mi ez a képen? Ő a havas. Ő a havat megállja. Tehát, nem akarsz havat megállni? De tökéletesen. Csak pont mit keresik, hogy... Hitler? Ezek mind katonák, és mindegyiknek olyan alkata van egyébként, mint egy nagyon-nagyon elrontott részek könyvelőnek. Tehát, jó, hogy... de akkoriban érted, tehát, hogy... Ja, tehát, hogy vagy ez, vagy a sereg. Jó, értem. Jó, én ez leszek, mert ezt tud olvasni. Tehát Gustav Bidé vagyok, ez a lényeg. Bidó. Nem vagy annyira Bidé, mint gondolod. Én Anselm Perin vagyok.
Jó. Én keresek egy olyat, akinek ki tudom mondani a nevét. Gaston Foyans. Ő visz vizet, és valami kaját. Ő zenél. Ezt csak mondom, hogy ő zenél. Én már itt havazok. Ő meg ás. Én ásni szeretek. Úgyhogy én Charles leszek. Solier. Charles Solier. Zolié? Ja, hogy ez Zolié. Nem kellett. Jó. Na, nekem mindegy. Nem. Bocsánat. Ez mi történt? Eltört bennem valami. Ja? Miért? Nem tudom. Nem, semmi, ideig bírta. Egy túlcsordult a puffer. Kész. Na, játszunk, hogy mi is történt volna. Ennyi, Szóval... Azt hiszitek, hogy szórakozást csinálni ezt a csatornát, de nem az meg. Szóval azt jár. Mondja, hogy ki kell választanunk a Mission Leader-t, ami az első körben a legszőrösebb játékos lesz. Ez egy kurva nehéz. Ez most nehéz. Az a baj, hogy... A haj a szőr... Egyértelműen. Szerintem igen. Tehát, hogy ez a baj, hogy neked van... Jó, van, megyek előre. Nekem van a legdúsabb hajam, értelmszerűen. De nekem nincsen normális szakállam. Neked nincs hajad, de nagyon dús a szakállad. Neked dús a hajad, szép a és borotválkozik, neki a szakálla is van, úgyhogy te fogsz kezdeni. Te leszel... Jaj, meg a palermója is van, úgyhogy igen. A tépőzár. Te leszel a Mission Leader az első körben. Na, BZ. That's me. Ugye neked kellene eldönteni, hogy milyen nehéz küldetésre induljunk. De az azt mondja a játék, hogy nagyon. Az első körben egy hármas nehézségű küldetésre fogunk menni. Akkor én eldöntöttem, egy hármas nehézségű küldetésre fogunk menni. Ezt majd kivágjuk, és úgy csinálunk, mintha eldöntötted volna, jó? Oké. Bármilyen. Szóval most mindenki a kezébe veszi ezeket a lapokat. Hát ez remek, bassz meg! Amikről ugye nem árulhatunk el semmit. Azért ez a, hát ez remek, bazd meg, sejtetésre már elég volt. Ja. Hát de bazd meg! És akkor BZ-től kezdve most elkezdünk kipakolni az asztalra, hogy azt próbáljuk meg elkerülni, hogy három egyforma fenyegetés oda kerüljön. Ugye a körödben használhatod, vagy kirakhatsz egy ilyen fenyegetéskártyát, vagy használhatod a good luck charmodat, hogy elvegyél középről egyet, és azt kilobjuk a játékból. Vagy ugye visszavonulhatsz, és akkor kiraksz egy support kártyát. Hát good luck charmunk, mint olyan, az nem van. Hát most ugye még az elején nincs értelme, nincs értelme használni, mert ugye még nincsen sem osztom. Úgyhogy most az elején mindenképpen érdemes lenne kijátszani dolgokat. Én azt mondom... Ő fog kezdeni, ugye? Ő fog kezdeni, igen. Úgy képzeljétek el, hogy most körben ülünk igen. Valójában. Igen, tehát nagyon fontos, hogy az én szomszédom nem csak Dave, hanem egyben Kaci is. Igen. A tér mint olyan görbül, a Fanville Geeksből pedig folyamatosan lehet tanulni. Én azt mondom, hogy sípolnak. Sípolnak éjszaka. Éjszaka. Hát persze, hogy éjszaka sípolnak, mert máskülönben egymásnak mennének. Jó, és én sötét van. Én vagyok a következő. Ezt én teljesen értem. Igen, nem tudom, hogy kérem most. Hát balra megyünk, igen, akkor én. Aha. Akkor én azt mondom, hogy esik az eső, és gázmaszk is van. Esik az eső, és gáz van. Gáz. Hát ez gáz. Na, azok a lapok, amik a kezemben vannak, ezek mindenképp le fognak kerülni, ugye? Hát nem feltétlenül, ugye, ha úgy döntesz, hogy visszavonulsz, akkor a kezedben maradnak ezek a lapok, és átviszed őket a következő körre, de előbb-utóbb... Ami legalább annyira fanem előbb, gyerzmint. Előbb-utóbb ezeket ugye le kell rakni. Én úgy döntök inkább, hogy eső van, és lőnek. Hát na. Ez nagyon jó. Az azt jelenti, hogy egy esős lapot most már nem rakhatunk ki, egészen addig, amíg ugye Dávid mondjuk a good luck charmjával el nem tüntetően ez az egyik esős lapot. Jó, és akkor most ismét én jövök, igen. Hogy jöjjön még több veszély, mert nincs elég. Igen, az én good luck charmom az egyébként replenishel missionek között? Nem, úgy működik, hogy amikor a küldetés végén aki a supportot kapja, aha. Az vagy a good luck charmját kapja vissza, aha. Vagy két előtte lévő ilyen hard knock kártyát, tehát ilyen traumát, meg ilyeneket eltüntetek. Jól van, én nem akarok vészmadárkodni, de majd mindjárt meglátjuk. De majd fogsz, jó. Oké. Én azt mondom, hogy éjszaka van és lőnek.
Azt mondod, hogy éjszaka van. Tehát most már tehát éjszaka van. És... sem lövést, sem éjszakát, sem esőt nem kéne már kirakni. Jó, mert minden esetben megszívjuk. Ajaj, oké. Okay. Hidd, hogy a másik kártyám sokkal rosszabb lett volna. Hát, nos, én ebben az esetben a... használom a good luck charmodat. A good luck charmomat. És én ugye egy gázmaszkot tudok kivenni, úgyhogy nagyon ezt kivesszük. Ez azt jelenti, hogy esőt most már rakhatunk le. Ezen a kártyán ugye van egy ilyen csapda, de most mivel ez az első játékunk, ezért ezt nem használjuk még a csapdákat. Jó. Akkor ezek most már csak lőni nem szabad, meg éjszaka csinálni dolgokat. Én ezzel szemben egy traumát szeretnék kihelyezni magam elejé, mert hogy hát ráléptek a péniszemre. De tényleg. Az egyébként ráadásul. Ráadásul. Még el is fagyott szegény. Még rossz is. Még rossz jó. Is. Több szempontból is. Bár nyáron léptek volna rá. Ez itt mostantól itt van előttem. Te traumatizálva vagy, az azt jelenti, hogy most a játék végig, vagy addig ugye, amíg egy supporttal le nem szedjük ezt rólad, ez rajtad van, úgyhogy mindig bent van egy konstans tél gyakorlatilag. Ez ugye azért is rosszabb, mintha mondjuk ide kerülne egy tél, mert azt a BZ el tudná venni, meg a körök között elmenne. Most te konstans... konstans télen szarol. Ez. Én viszem magammal a telet. Dave Snow. Így. Akkor, ja, én jövök. Na most hát kénytelen vagyok ugye én is egy ilyen csodálatosat kirakni. Hard-headed. Addig nem, én vagyok a kemény fejű, ezt én egyébként tökéletesen tudom, és addig nem tudok visszavonulni, amíg kettő vagy több kártya van a kezemben. Tehát ez nem mondjuk, akkor a szopó. Egyelőre nem. Majd meglátjuk, hogy ez mikor jön a lehető legrosszabb. Ez tud rossz lenni, tud jó lenni. Rakj az esődet. Nem tudom. Úgyhogy én most kénytelen vagyok visszavonulni. Itt hagy minket. Aj, mert egy tölténye van, vagy egy éjszakája? Úgyhogy... egy éjszakai töltény, ami gyakorlatilag a teljes annihiláció. Van két ugyanolyan kártya egyébként? Van. Te visszavonulsz és szupportálsz. Jó. Visszavonulok és szupportálok. Én lerakok magamnak még egy hard knockot, ami azt tudja, hogy csak akkor vonulhatok vissza, hogyha a kezem üres, és én vagyok az egyetlen, aki a misszióban van. Tehát, hogy én egészen a következő... Tehát, ha BZ most nem vonulna vissza, akkor te akkor nem én nem tudnék visszavonulni, igen. Na most, mivel ugye nálam már nincs kártya, ezért alapvetően én ugye most a legjobb, ha visszavonulok. Igen. És... lepakolok egy ilyen csodát. Mindjárt megnézem, hogy melyiket, mert... És ugye most, ha a balrát rakod, akkor engem szupportálsz vele, ha a jobbrát, akkor a Dávidot. Értem. Igen, és most ugye a support az azt jelenteni a te oldaladról, hogy te visszakapod a Lucky Charmodat, én eldobhatom ezt a két lapomat, a Constant Snow-t, meg a visszavonulást. Igen, és ugye ezt akkor kapjuk meg bármelyiken, hogyha... szigorúan legtett, hogy kettő szavazatot kap valamelyikünk, ha én BZ-t támogatom, BZ-t téged, te meg engem, akkor kifújt az egész. Akkor az nagy baj. Jó, én akkor csöndben hátrálok és hagyom, hogy a csata nélkülem folytatódjon. Most vagy mind a ketten engem támogattok, vagy te jobban szereted Kacit, amit mondjuk megértek, úgyhogy én azt mondom, hogy visszavonulok én is. Jó. Ha most, hogy mindannyian visszavonultunk, most akkor felfordíthatjuk őket. Felfordíthatjuk. Én balra támogatom Dávidot. Én jobbra támogatom Kacit. Én viszont jobbra támogatom Dávidot, tehát őt támogatjuk ketten. Tehát Dávidot támogatjuk ketten, úgyhogy most Dávid eldobhatja ezt azokat a lapokat. Fú, ez nagyon jó. A katonai bakancs eltávozott a péniszéről, mondhatni. Aha, és akkor ezt a supporta, ez kikerül? Igen. Out. Ez most kikerül a játékból, és én leszek a mission leader. Tessék szépen. Köszönöm szépen. Te pedig kapsz egy, tarthatsz mostantól egy beszédet. Ez is ugye akció. Oh yes! És amikor beszédet tartasz, akkor megnevezhetsz egy adott típusú fenyegetést, amiből soros mindent eldobhatunk. Ki? Semmi. Párhuzamos. Szép. És akkor most ugye összeadjuk a kezünkben lévő lapokat, annyit átrakunk ebből a pakliból, ebbe a pakliba. Ja, mert hogy neked maradt. Mert nekem maradt kettő.
És te ahhoz húzol most. És én most ehhez húzok. És ugye én fogom eldönteni, hogy mennyire veszélyes küldetést akarunk csinálni. Halmozottan hátrányosak vagyunk most. Én azt mondom, mit bevállaljunk egy négyeset? Mettől meddig tartunk? Hát minimum egy, és bármennyi lehet a max, csak ugye amennyi lap a kezünkbe marad. Értelek. Mennyi? Legyen ez is hármas. Én azt mondanám, hogy legyen ez is hármas, mert tehát, hogy az öt lap kijátszása is egy elég szopó dolognak tűnt, nem? Majd a három lap kijátszása. Uh-huh. Tehát, hogy már itt is volt olyan összeférhetetlenség, hogy effektív vissza kellett vonulnod. Na nézzük. Miért gyűlöl ez a játék? Háború van, tudod, az ilyen szar. Jaj, bozd meg. Nem jó ez nekem. Jó. És akkor most én fogok kezdeni. Oké. Okay. Menj előre, mi követünk, tényleg. Jézusom! Én kirakok egy éjszakai történt. Azt tudom, hogy baj, de hát ez van, gyerekek. Jó, én... Miért lőnek éjszakát? Nem alszik a rohadt katona? Hát most komolyan... Jó, én kirakok egy pánikot, ami azt tudja, hogy amikor visszavonulok, akkor random kell húznom, hogy kit szuportálok. Uh-huh. És ez most vagy mindegy, vagy... A hülyeséget mondtam, mert amikor a küldetésnek vége, akkor felfedjük a szupportokat, és azt odaadjuk a tokent annak az embernek, akit támogattunk. Úgyhogy aha, te kapsz egy barrát, meg egy jobbrát. Én meg kapok egy jobbrát. Ó, ez nagyon jó. Ez nagyon jó, ez sokkal jobb így, mint az előbb. Minden kétséget kizáróan jobb. Hogy micsoda, amikor visszavonulsz? Akkor random kell húznom, aha, hogy kit fogok támogatni. Hát ez remek. Ne pánikolj, Dávid! És ez még lófasz, hogy mi lesz itt még. Nyugodjál meg, aztán majd megnyugszol. Úgy elfutok, hogy hanyagomlok. A Monsieur Solier-nek vannak problémái. Tehát, hogy nem ez az egyetlen problémája. Tehát, hogy ha valaki nem volt alkalmas erre a háború dologra, akkor az egyértelműen ő, mert... Az ember, aki beszarik a kagylóktól, sársak. Ne neves. Kocsi, hagyd abba. De fáj. Nem, akkor sírj, bazd meg, de ne nevessél, mert ez életeti. Na. Az a nagy probléma, hogy bármelyiket bepakolom, az valamelyik esélyt növeli, tehát most az a jó kérdés, hogy hogyan akarunk meghalni. Elmondom, hogy mi tud neked segíteni a döntésben. A Lucky Charm-jainkat érdemes megnézni. Milyen igaz? Mi milyen az, ki tudunk. Illetve ugye te tudsz beszédet tartani, igaz, amivel ugye megnevezhetsz egy fenyegetést, amit mi a kezünkből dobunk el. Azt lehet, hogy célszerű még korán, mert hogy akkor nagyobb eséllyel van nálunk még olyan fenyegetés. Értem. A fenyegetésben a körülmény is beletartozik. Igen, igen. Vagy a három szimbólum, vagy a három időjárás. Jó, akkor viszont beszélek. Beszélsz? Minél előbb, kurva sok kártyátok van, tehát mit ilyenkor mondasz? Kérne még. Nekem kettő. Barátaim! Nem is azt mondod, oda van írva. A barátságunk, ami erősségünk. És azt mondom, az apró betű? És egyéb, hát az apró betű. Soros György migránsokat akar betelepíteni magából. És megint. Éppen ezért, megint, folyamatosan. Mit dobjak el? És ezért azt mondja nekünk, dobjátok el éjszakáitokat. Hát ugye egy éjszakát dobhatunk el a kezünkből, ha van. Nincs éjszakád. Dávidnak nincs éjszakája, nekem volt egy, úgyhogy... Gyurikám, jobban fogalmazd meg a következő alkalommal. Jaj, Istenem, ceugassál itt nekünk. Na, oké. És akkor ez volt az én akcióm. Ez volt a te akciód, úgyhogy én most Kacián. De mondjuk nem baj, hogy Kaci eldobott egyet, mert hiszen ő eleve egy kicsit erősebben indult. Nem utassátok a kezeteket, mert rengeteg információt kapok azzal kapcsolatban, hogy mekkora szopó vár ránk. Én kijátszok egy havas sipot. Ez havas? Ez havas. Now that's an issue. De most ugye még csak egy hó van kint. Havas sipot. Egészen mostanáig, ugyanis mostantól már kettő. És az a baj, hogy nem csak, hogy kettő, hanem, kettő. Kettő van. Igen, kint. Jó.
akkor feltétlenül... Várj, most én jövök egyetlen? Te jössz. Én. Te jössz, igen. Te használd a Lucky Charmodat. Olyan nagy szerencsénk van, hogy a havas történes dolgot azt ignoráljuk. Köszönjük szépen a havas történnek, hogy tiszteletét tette. Ezt a későbbiekben meg fogjátok köszönni nekem. Egyszer még meg fogjátok. Én nekem. Tudom, hogy mikor fogom ezt majd megköszönni neked. Holna. Már nem hallom. Én jövök. Én kijátszok egy éjszakás... Nővért. Igen. Szép. Egy éjszakás maszkost. Vannak ilyen filmek, meg annyi. Vannak problémák az életünkben. Most nagyon okosan kellene játszanom. Nézzél, dobd el a beszélgetést. Soha. Nehogy baj legyen. Elmondom, hogy mi a legnagyobb probléma. Igen. Az én életemben. Tehát most vagy használom a Lucky Charmomat, és megpróbálom bebiztosítani azt, hogy ti biztosan nyerjetek, és visszavonulok. Nyilván egy random választott dologgal. Vagy kijátszom azt, ami a kezemben van. Igen. És... Soha többet nem beszélünk veled. Jó. Ezzel... És ez tud probléma lenni később. Hát akkor ne csinálj. De nézzük meg, hogy mekkora probléma ez valójában. Mert hogy én nem csak be vagyok pánikolva, de úgy általánosságban be vagyok fosva mindentől. Úgyhogy amikor rám kerül a sor, és... kettő threat van, aha. Tehát hogy kettőből van legalább kettő kint, akkor vissza kell vonulnom, mert hogy, aha. Tehát hogyha valakinek semmi keresni valója nincsen ebben a háborúban, akkor az bizony Charles. Nem is kettő, egyből. Ha van két egyforma lent, akkor, de szerintem ha identical, akkor tehát, hogy két... Éjszakai töltény. Ja, hogy két éjszakai töltény. Ja. Úgy az még viszonylag ja, jó. Ja, akkor ez így nem is olyan rossz. Ezt ettől függetlenül az, hogy... Tehát teljesen még nem vagy befosva, csak így firkál igen. A vége. Jó, úgyhogy én még nem vonultam vissza, ja, még igen. Fenntartom a lehetőséget arra, hogy használjam a Lucky Charmomat, és... Igen. Vagy egy Dream Withdrawal? Szóval, igen, jó. Hát, hogy... Most ugye azért, tehát hogy te ugye random rakod le a supportot, ugye arra nem nagyon építhetünk. A BZ ugye jobbra támogatott az előbb, és ugye úgy kezdünk, hogy van egy jobbra, egy balra, meg egy random. Szóval igen. Nem biztos, hogy BZ már tud egyáltalán jobbra támogatni. Amit ugye nem tudunk. Szóval, hogy az kockázat, hogy megpróbáljuk a Dávidot megtámogatni... Mert nem biztos, hogy BZ-nél volt kettő jobbra. Meg nálad se biztos, hogy volt kettő bal. Ide most, de te visszakaptál egyet. De én visszakaptam egyet, de az mondjuk igen, pont jobbra az volt. Pont jobbra volt. Várjál, te akkor nálad elméletileg... Hát vagy három jobbra van, vagy két jobbra és egy balra. Most nálad vagy van az egy a mémtod, jobbra... amikor ilyen matematikai képletek aha. Így bevillannak az emberek fölött. Nálad vagy egy jobbra, egy balra, vagy két balra. Így. Így. Jó. Az egyik igaz volt. Én ettől függetlenül random fogom szózni. Jaj, a panic mennyire találó. Jó, bézi. Jó, én azt mondom, hogy a legkevésbé bunkó threat az az, hogyha a hóban ránk lőnek. Ami jó, mondjuk azt jelenti, hogy két hó és két ilyen vigyaux van. Mi az golyó? Uh-huh. Jó, akkor én jövök. Ez azért is jó, mert én le tudom játszani az éjszakai gázmaszkot. És így most már két hó, két éjszaka, két gázmaszk, két töltény. De egyik sem identical, úgyhogy de... én... Most még esetleg dönthetek úgy. Hát az a kérdés, hogy van ennek értelme? Lehet, hogy egyszerűbb, ha csak visszavonulsz és nem használod el. Mert ugye ezek, ha most mind a hárman úgy döntünk, hogy visszavonulunk, BZ-nél még egy lap van, ha jól látom. Ha mind a hárman visszavonulunk, és BZ nem is játsza ki azt a lapot. Nekem még van két lapom, és én addig még nem tudok visszavonulni. Ó. Tehát amíg két vagy több lap van a kezemben, addig én basszus golyófogó vagyok, azt mondom, ha nem. Legalább egy lapot még ki kell játszani a kezemben. Aha. És ugye kicsi rá az esély, hogy ki tud játszani olyat, ami... Ami jó. Ami jó. Igen. Ilyen az a baj, hogy, tehát, hogy
ha gázmaszk van nála, akkor abban tudok segíteni. Igen. Mert hogy én csak az esőt tudom igen. elvinni. De azt egyébként ugye látjátok magatok előtt, hogy áll a három szerencsétlen katona ott így a túrzás tetején, a sötét havas esőben, gázmaszkban, röpülnek körülöttünk a golyók és a sípok, és közül beszéljük, hogy szerintem. Hogyha most arra mész, akkor nem megyünk. Nos, én most bepánikolom. Attól függetlenül, hogy én kóstas be vagyok fosva egyébként, majdnem mindentől. Tehát alapvetően így egy kicsit még így beleeresztesz a már megjelvőbe. Jó. Hát lehet, hogy akkor ezt meg kell riszkírozni. Mert hogy ő kijátszik most egy lapot, és aztán visszavonulhat, tehát hogyha van a kezében még egy ilyen szobó. Az a baj, hogyha ő most kijátsz... Ha neki most ki kell játszani egy lapot. Jó, hát ha van a kezében egy olyan szopó, az jó, de hogyha ilyen lap van a kezében, és csak olyan, amivel beproccoltatja, akkor ugye azonnal elveszítjük ezt a mission-t, ezek a lapok visszakeverednek ide, és supportunk se lesz. Én azt gondolom, hogy legalább kétszer belém rúgott volna már, hogyha nagyon akarná, hogy én ezt kivegyem onnan. Így lett volna. Egyébként is just for fun, de ezt egyébként hogy... nem beszélünk, tehát a saját lapjainkról nem beszélhetünk, meg a supportról. Erről beszélhetünk. Igen. Én azt gondolom, hogy hagyjuk ezt így. Jó. Én azt tudom mondani, hogy ugye most már felírtuk azt, hogy ki merre tud nagy valószínűséggel szupportálni. Úgyhogy én... Igen, én visszakaptam két barát, nem egy barát, meg egy jobbrát, ugye? Barát, meg jobbrát. Jó. Te most kb. 50-50 random fogsz rakni, mi meg azt tudjuk, hogy egymást biztosan tudjuk szupportálni, téged meg nem biztos. Jó van. Random húztam, nagy szerencse. Tehát magyarul az a végét csak nem tudjuk, hogy mi lesz. Semmi fogalmunk nincsen. Nekem a föl minden rendben. Nekem a föl minden rendben, ezt hangzott el. Tudnék egy olyat rakni, amitől Armageddon lenne. Ezért de tudsz inkább, olyat, amitől nem? Inkább demoralizálódom. Hát amikor esik a morál, tehát magyarul, amikor átcsapsz oda valamit, akkor egy extra kártyát föl kell flippál, nem? Hát ez remek. Minimum négyet. Minimum négyet. Mert ugye minimum hármat át kell igen. raknunk. Mikor? Amikor átrakunk. Úgyhogy szerintem egyel kevesebbet rakunk át az előbb, mert csak kettőt raktam át. Jaj, nem kell, ez nem. Oké. Okay. Bezeg ilyenkor nem csal. Csak akkor nem csal, ha kó. És ha vissza akarok vonulni, az már a következő kör. Igen. Jó, igen. Akkor én még itt vagyok, még nagyon... Jó, én visszavonultam. Hú, de bátor vagyok. Kaci, visszavonultál? Gyáva szarok vagy. Visszavonultam. Mennék már. Jó. Jó. Te jössz. Akkor én visszavonultam, és én szeretnék támogatni egy ilyet. Jó. Mindenki visszavonult. És maradt egy kártyám. Maradt egy kártyád, mert ezt nem tudod kijátszani. Uh-huh. Az nem jó. Jó. Nézzük, hogy ki kit szupportált, én BZ-t. Én is. Én meg téged próbáltam. Na, nagyon kedves. Akkor én megkapom a jobb oldalit. Ezt a kettőt megkapja a BZ. Jó. Látjátok, hogy nem, mindenki azt mondja, hogy a BZ az ilyen balos, de van itt jobb is, bal is, minden. Igen, ja, vannak jobb oldali érzelmeink, vannak bal oldali érzelmeink. Na az a kérdés, hogy te ezeket akarod eldobni, vagy vissza akarod kapni a Lucky Charmodat. Na most ez viszonylag annyira azért nem halálos, ez mondjuk így szar. A szar, de... De lehet, hogy inkább a Lucky Charm az Instant Danger-től jobban megvéd. Igen. Tehát én azt mondanám, hogy legyen az, hogy én a HOL távolító ember szeretnék lenni. Uh-huh. Jó. Én továbbra is, nekem egy esernyőm van, és befosva pánikolok. Hát mondjuk az a baj, hogy ez a demoralized, ez ugye folyamatosan, tehát hogy az nyújtja a játékot, hogy mindig egyet több lap fog ide kerülni. De majd még támogathattok úgy, hogy az ne legyen. 1, 2, 3, 4 lap, az átkerül ide. Jó. Dávid lesz a misszióvezető. Én vagyok a misszióvezető. Kapok egy speech-et, úgyhogy én fogok tudni a beszédet tartani. Úgyhogy Dávid, azt kéne eldöntened, hogy... Rámegyünk egy 4-esre, srácok. 3, 4, 5, menjünk 6, rá egy 4-esre, hát mit nekünk az Ordon Kárpátoknak? 4, 15 van még itt. 4-gyel 3 marad.
Tehát ugye egy egylapos kártyát kellene. Hát fog átkerülni onnan. Ja, igen. De nem annyi, hogy... Négy. Hát jó esetben nem meg tudunk csinálni. Az a baj, hogy neked nincs Lucky Charmod, de van beszéded. Supportból egész jól állunk. Ja, te hát az a baj, hogy te ugye, ha két egyforma kijön, akkor instant visszavonulsz. BZ... mi csinál? Hát ugye nekem legalább hármat le kell raknom, ahhoz, hogy vissza tudok vonulni. Jó, maradjunk a háromnál. Maradjunk a háromnál. Maradjunk a háromnál. Beszéltük meg ismét a golyózáporban. Jó. És akkor képzeld el, ha még az ilyen trappek is aktiválnának, hogy játsz egyet, és random fel kell csapni instant egyet. És akkor az így lehet, hogy... Oké. Okay. Ezek hogy kerültek csak az aljára? Egyébként nagyon jó, hogy így nehezedik. Így? Így nehezedik? Valóban? Jó. Szopni fogunk. Dávid, kezdjél légy. Rendben, kezdek én a... Nem tudom, mi van a te kezedben, Kaci, de engedd meg, hogy bemutassalak az egyik lapomnak. Tél is van, megesik az eső. Igen. Oh, no, you know nothing, John. Nem van a hármas. Nagyon szépen köszönjük a szexi patronjainknak, hogy életben tartják ezt a csatornát. Ha te is szeretnéd támogatni a Fun with Geeks, akkor azt a leírásban lévő linken keresztül megteheted.